Megöltek egy melegjogi aktivistát és az egyik barátját Banglades fővárosában, Dakkában. A támadás Szulházmánán otthonánál történt. Öt ismeretlen férfi késekkel felfegyverkezve rontott rá az aktivistára és az ismerősére. A támadás során a lakóház biztonsági őre megsebesült. Az aktivista az Egyesült Államok Bangladesi nagykövetségén is dolgozott. A külképviselet felszólította a helyi kormányt, hogy minél előbb találja meg a felelősöket. Az elmúlt hónapokban több hasonló támadás is történt. Legutóbb szombaton egy egyetemi tanárt öltek meg az ország északnyugati részén lévő Rájsahibom. A rendőrség szerint a magát iszlám államnak nevező szervezet áll a brutális gyilkosságok mögött. A bangladesi kormány viszont továbbra is úgy véli, hogy nincsenek dzsihadisták az országban.